A szerdai napot az edzőteremben kezdték a Nyíregyháza Spartacus labdarúgói, a konditermi edzés ugyanis a bajnokság végéig része a felkészülésnek. A játékosok erőnlétével a szakmai stáb szerint nincs is probléma, talán ennek is köszönhető, hogy legutóbb Debrecenben a hosszabbításban tudta döntetlenre menteni a meccset a Spari. Mint Gálhidi György vezetőedző elmondta, a pontszerzés ellenére sem volt mindennel elégedett. A döntetlennel igen. A játékunkkal azért nem vagyok teljesen elégedett, mert voltak lehetőségeink 0-0-nál több is. Az első fél időben volt három nagy helyzetünk, tehát jó lett volna, hogyha mi szerezzük meg a vezetést, és esetleg egy kicsit idegesebb is lesz a Debrecen, és esetleg többet hibázik. Nehéz volt ellenük játszani, azért sok mindent jól csináltak, jó játékosok alkotják a csapatukat. Egy erős keretük van, a kispadon is NB1-es, sőt válogatott játékosok ültek, úgyhogy nem volt egy könnyű mérkőzés. A Nyíregyháza Spartacus a legutóbbi 9 fordulóban 6 győzelem mellett 3 döntetlent játszott úgy, hogy mindössze 2 gólt kapott a csapat. A Spari színeiben 150. meccsére készülő Fodor Ferenc szerint mindenki kivette a részét az elmúlt hetek sikereiből. A védekezés ugye a csatártól kezdődik, és valahol a kapusnál ér véget, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egész csapatnak a stabilitását jelenti. Előrefele is ugye most már azért megmutatjuk, hogy eredményesek tudunk lenni, gondolok itt ugye az 5-0-ás győzelembe. Úgyhogy remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább haladni, és akkor a soron következő meccseken is jó eredményeket fogunk elérni. Az NB2 tabelláját a Vasas vezeti 65 ponttal, megelőzve a 64 pontos DVSC-t. A Nyíregyháza Spartacus 51 ponttal az 5. helyen várja a hátralévő 6 fordulót. Messze felülmúlta a csapata a várakozásokat, úgyhogy dicséretet érdemelnek, de hát mindig ott van a ha, ugye, mert ezt jó lenne folytatni. És jön egy Siófok, amelyik az életért küzd. Utolsó lehetőségei egyike, az utolsó szál, hogy esetleg megver minket. Nagyon fontos, hogy ez a siker, ezt már többször elmondtam a fiúknak is, hogy éhessé tegyen minket a siker, és ne jól akottál. A Nyíregyháza Spartacus Siófok mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A 33. forduló további párosítása a következő: Deac Ajka, Kaposvár Vasas, Pécs Szeged, Soroksár Gyirmót, Dorog Szolnok, Budaörs Kazincbalcika, Békés Csaba Szombathely, Csákvár Szentlőrinc és Győr DVSC.